egyszer a postás hozott nekem egy borítékot Ernáktól, azt sem tudom, honnan tudtad amúgy a címemet. Te adtad meg, Janka. De hát nem tudom, és volt benne egy ilyen kis üvegcse ezzel a sárga porral. Szerda van, egy nagyon gyors kísérlet következik a tudományos piknikkel, Ernákkal, illetve Jankával. Mert hogy ezt nem akartuk eredetileg megcsinálni, csak véletlenül a kezedbe akadt egy sárga poros tégely. Bizony, ezüst tetraidó merkurátot tartalmazó tégely, ez egy termokolor festék egyébként, a szakszerű megnevezése. Tehát ez a sárga por, ez ezüst tetraidó merkurát. Instagramra ezt szerintem már kiraktuk korábban, amikor egy Richteres rendezvényen voltunk. Nagyon-nagyon vicces ez a tégely, ugyanis ha elkezdjük melegíteni, történni fog vele valami. Ez pedig hideg víz, és ha ebbe rakjuk, szépen lehűl, és visszasárgul. És egy tök gyűrű lett benne, belül hideg, utána van egy zóna, ami még meleg, és utána van egy, amit megint lehűtöttünk. Ennek az anyagnak van két kristálymódosulata, és az az érdekesség ennek az anyagnak, hogy a két kristálymódosulatok más színe van. És tulajdonképpen azt látjuk, hogyha felmelegítjük a 40 fok fölé, 40 Celsius fok fölé, akkor ilyen a narancssárga színű kristálymódosulata stabil, átalakul a citromsárgából narancssárgába, de ha lehűtjük, akkor visszaváltozik a színe ugye narancssárgából citromsárgává, és ez teljesen reverzibilis, szóval bárhányszor meg lehet csinálni ezt a kísérletet. Kivéve, hogyha a kutyátok elrágja ennek a kis tégelynek a tokját, mert akkor szétszúrúdik mindenhova a por, és nem fogjátok tudni összeszedni. Igen, Lajka nálam ezt csinálta, de ami még ennél is érdekesebb, hogy lesz egy link a videó alatt, ami hova vezet? A tudományos piknik leírásához, és ezt ígérte nekem Ernák, hogy ilyet csinálunk nyáron a gyerekekkel, szóval nem sokára ezeket meghirdetjük, szóval nézzétek, mert nyáron ezt ki lehet élőben is próbálni. Élesbe. Sziasztok. 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 Kivéve, hogyha a kutyátok elrágja ennek a kis tégelynek a tokját, mert akkor szétszúrúdik mindenhova a por, és nem fogjátok tudni összeszedni. Igen, Janka ezt csinálta. Janka? Szóval csináltam már sok hülyeséget, de ilyen tégelyt még nem vágtam szét. Vágás.